Robi, azt hiszem, hogy egy páratlanul színvonalas döntőben szereztél ezüstérmet. Téged mennyire lepett meg ez a tempó, amit diktáltatok? Igazából nem lepett meg, mert tudtam, hogy erős a mezőny, és igazából azt is tudtam, hogy az olasz új, és hogy nagyon jó. Beraktam mindent, igaz, hogy a rajtom az nem úgy sikerült, ahogy terveztem, de jobb volt, mint EB-n. Örülök ennek az ezüstnek. Tavaly is szereztél egy ezüstérmet a paralimpián, most a világbajnokságon is összejött az ezüstérem. Melyik volt nehezebb neked? A paralimpián nehezebb volt, mert ott oldalszél volt, és az oldalszél az nagyon megnehezíti a dolgomat a rajtban is, meg a futamban is. Kívülről úgy néz ki, hogy ez a mezőny évről évre egyre erősebb és fejlődik, és vele szerencsére te is. Mi ennek köszönhető? Mi a titka annak, hogy tudod a lépést tartani a legjobbakkal, sőt, hát a legjobbak közé tartozol? Én szerintem a folyamatos fejlődés, az innováció az nagyon fontos. Tehát mindig tanulni a hibáimból, és folyamatosan fejleszteni, készülni, edzeni. Mindig új dolgokat észrevenni, beépíteni. Most egy másik versenyző végzett előtted, nem az, aki tavaly a paralimpián. Mit gondolsz, meg lehet az a nüansz? Mi kell ahhoz, hogy esetleg összejöjjön egy ennél is szebb érem, egy arany? Hát vannak ötleteim, meg az edzőkkel, Csamangó Attila és Györfi Tamással is majd visszanézzük a futamot, és hát majd felépítjük a következő évet. De én úgy érzem, hogy még sok van bennem, és a mezőny is fog még fejlődni szerintem. Mi a végcél, Robi? Első helyezett. EB, első helyezett, VB. Hát a végcél az a Tokió 2020.